A Magyar Labdarúgó Szövetség egyik legfőbb célja az, hogy minél többen focizzanak rendszeresen, és legyen minél több saját nevelésű hazai játékos a profi csapatokban. A cél elérésének érdekében a szövetség először a profi csapatokat ösztönözte pénzügyi támogatással a hazai fiatal játékosok szerepeltetésére. Ennek hatására jelentősen növekedett a fiatalok játszott perceinek száma a profi osztályokban. Az eredeti célokat megtartva a rendszert most úgy fejlesztjük tovább, hogy az utánpótlás nevelés szélesebb köre részesüljön támogatásban. Az új struktúra neve produktivitási rendszer. Az új rendszerben a nevelő egyesületeket támogatjuk, hogy olyan fiatalokat képezzenek, akik képesek a felnőtt klubcsapatok, majd később a nemzeti utánpótlás és felnőtt válogatott alapembereivé válni. A produktivitás alapja a pályán eltöltött idő, amelyet a pontszámítási rendszer a mérkőzés szintje és a játékos életkora alapján súlyoz. A saját nevelésű játékosok pályára lépése extra pontokat ér. A pontszámítás keretében a legutóbbi három egymást követő szezon összes pontját összegezzük. A megtermelt pontokon a játékos nevelő egyesületei osztoznak. A pályán töltött percek után kapott pontokat szorzók segítségével súlyozzuk. A legmagasabb hármas szorzó a top 5 külföldi bajnokságban, valamint az A-válogatottban pályán töltött idő után jár. Ha egy hazai játékos végigjátszik egy meccset az NB1-ben, akkor minden pályán töltött percért 1 pontot, azaz a teljes játékidőre számítva összesen 90 pontot kap. A 90 ponton a nevelő egyesületei a nevelési idő arányában osztoznak. Tegyük fel, hogy a szóban forgó játékos egy kis megyei egyesületnél kezdte a pályafutását, ahol 2 évet töltött el, majd 3 évre egy NB2-es klubhoz igazolt. Végül a nevelési időszaka egy akadémián folytatódott, ahol 5 éves képzésben részesült. Ebben az esetben a 90 pontból a megyei egyesület 20%-ban, az NB2-es klub 30%-ban, az akadémia pedig 50%-ban részesül. Így sorban 18, 27, illetve 45 ponthoz jutva a játékos minden egyes végigjátszott mérkőzése után. Közel 400 sportszervezet részesül produktivitási pontban, azaz ennyi klubnál nevelkedett legalább egy olyan játékos, aki az elmúlt 3 évben profi mérkőzésen pályára lépett. De lássunk egy konkrét példát. Banó Szabó Bence, a Budapest Honvéd középpályása minden végigjátszott NB1-es mérkőzésének játékideje 90 alappontot ér. Mivel 19 évnél fiatalabb játékosról van szó, ezt 2,5-szeres szorzóval jutalmazza a rendszer, így az elért összpontszám 225 pont. A fiatal játékos Kecskeméten kezdte pályafutását, majd 2014-ben lett a Honvéd játékosa. Az utánpótlás egyesületek a 225 pontból a nevelési idő arányában részesülnek, így a 225 pontból a kecskeméti nevelő egyesületei 129, míg a Honvéd 96 pontot kap. Ezen felül a Honvéd a játékos összpontszámának további 20%-ára, jelen esetben 45 extra pontra is jogosult, hiszen saját nevelésű játékosát a klub felnőtt csapatában szerepelteti. Ezt a modellt külön is ösztönözni kívánja az MLS. Végül a pontszámítás alapján felállítjuk a játékosok erősorrendjét, a játékosok pontjainak összessége pedig meghatározza a klubok sorrendjét. A klubok minden begyűjtött pont után 4000 forint támogatásra lesznek jogosultak. A férfiakkal egyidejűleg a női labdarúgásban is bevezetésre kerül a hasonló szerkezetű, női adatbázisra épülő produktivitási rendszer. Azért bízunk az új rendszerben, mert objektív, hiteles, a valós teljesítmény díjazza, a piaci működést modellezi. Sőt, a segítségével szélesebb körhöz jut el a támogatás, mivel a támogatási forrásból a labdarúgó karrierjét elindító kis egyesületek is részesülnek. Az új rendszerben a fiatal játékos várhatóan azért kerül be majd a csapatba, mert érdemes rá. A pályán töltött játékidő után ugyanis nem a profi csapat, hanem a nevelő egyesületek kapnak támogatást. A produktivitási rendszer egy monitoring eszköz, amely objektíven visszajelzi a nevelő munka eredményességét. Az utánpótlás nevelő munka minőségét azonban folyamatosan fejleszteni kell. Ehhez az MLS forrásokat, infrastruktúrális fejlesztéseket, képzést és minőségbiztosítást nyújt, de az igazi munkát a kluboknak kell elvégezniük. Helyzetben a klubok.